Az Európai Unió nem sokára Lisszabontól Luhanszkig terjed majd ki, mondta a német külügyminiszter Kijevben újságíróknak, az EU tagországok külügyminisztereinek Ukrajnában tartott informális tanácskozásán. Ukrajna jövője az Európai Unióban, a szabadság közösségében van, fogalmazott Annalena Baerbock. Kiemelte, az európai partnerek támogatni fogják Ukrajnát az uniós csatlakozás felé vezető úton. Ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna képes fontos reformokat végrehajtani a háborús időszakban is. A német külügyminiszter példaként említette az igazságszolgáltatás, a média és a korrupció elleni küzdelem terén végrehajtott ukrán reformokat. Olha Stefanyisina, európai és euróatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök helyettes korábban kijelentette, az Európai Unióban általános egyetértés van az Ukrajna és az EU közötti csatlakozási tárgyalások megkezdését illetően, de a végső döntést a tagállamok közötti közös munka előzi meg. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, Katarina Maternová új EU nagykövettel folytatott megbeszélésén megígérte, hogy Kijev egy hónapon belül befejezi a munkát az Európai Bizottság 7 kritériumának teljesítése tekintetében. Az ukrán külügyminiszter cáfolta, hogy tárgyalások folynának Ukrajna és az Európai Unió között részleges vagy bármilyen egyéb másodfokú EU-tagságról. Dmytro Kuleba erről újságírói kérdésre válaszolva beszélt az EU-tagországok kijevi kihelyezett informális tanácskozása utáni sajtótájékoztatón. Ukrajna első osztályú állam, EU-tagsága is első osztályú lesz, szögezte le az ukrán külügyminiszter. Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hozzáfűzte, hogy részleges uniós tagság nem létezik, kizárólag teljes körű. Ukrajna Európai Uniós csatlakozása csak időkérdése, hangsúlyozta Dmytro Kuleba. Mind Ukrajna, mind Brüsszel eltökélt abban, hogy maximális sebességgel történjen előre mozdulás ebben a kérdésben, figyelembe véve mindazokat a reformokat, amelyeket Ukrajna végrehajtott, végrehajt és végre fog hajtani, hangsúlyozta az ukrán külügyminiszter. Josep Borrell kijelentette, az EU csatlakozás önmagában is képes komoly biztonsági garanciákat nyújtani Kijevnek. Emlékeztetett arra, hogy 2023 végéig az uniós országok vezetői megkapják az Európai Bizottság ajánlásait Ukrajna esetleges tagságának kérdésében, és ezt követően döntenek arról, hogy megkezdik-e a tárgyalási folyamatot Kijevvel. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője bízik abban, hogy az EU tagországok az év végéig meg tudnak állapodni egy 5 milliárd eurós biztonsági támogatás nyújtásáról Ukrajnának 2024-re. Ukrajna és Magyarország vásárolja a legtöbb fegyvert Németországtól, közölte a kijevi sajtó. Az ukrán igény az orosz katonai agresszió kezdete óta nőtt meg jelentősen. Németország az idei év első 9 hónapjában mintegy 9 milliárd euró értékben exportált fegyvereket, tavaly ez a szám egész évben 8 milliárd euró volt. Ennek több mint egyharmadát, 3,3 milliárd euró értékben Ukrajna teszi ki. A második helyen valamivel több mint 1 milliárd euróval Magyarország található, majd Budapest után az USA következik 467 millió euróval. Bulgária is megtiltotta az orosz rendszámú autók behajtását a területére, írja a Magyar Távirati Iroda a helyi hatóságok közlésére hivatkozva. A bolgár határrendőrség tájékoztatása szerint a tilalom hétfőtől lépett életbe. Korábban a Norvégia, Finnország, Lengyelország és a három balti állam is bejelentette, hogy lezárják határaikat az Oroszországban regisztrált járművek előtt. Közlésük szerint a tilalmat az Európai Bizottság azon szabályozásával összhangban hozták meg, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni háborújára válaszul alakított ki.
Az ukrán gázkitermelő vállalatok biztosítják Ukrajna jelenlegi tüzelőanyag szükségletének több mint 90%-át, jelentette ki Hennagy Ryabcev energiabiztonsági szakértő az Ukrinform hírportálnak nyilatkozva. Ukrajna megpróbálja saját kitermelésű gázzal fedezni téli szükségleteit, hangsúlyozta a szakember. Mivel a lakosság is az ipar által felhasznált mennyiség jelentősen csökkent, a hazai kitermelésű 18 milliárd köbméter földgáz elegendőnek bizonyul az alapigények kielégítésére, mondta a kijevi energiabiztonsági szakértő. Ukrajna október elejéig több mint 15 milliárd köbméter gázt halmozott fel a föld alatti tározókban. Folyamatos az a segítségnyújtás, amit a Kárpátaljai Református Egyházkerület biztosít a háború sújtotta belső ukrajnai települések számára. Az elmúlt több mint 20 hónapban már hozzávetőleg 1000 tonna humanitárius segélyt juttattak célba, ezek nagy részét személyesen szállítják le a helyi partnerintézményekhez. Így indították most útnak azt a tűzoltó autót is, amelyet közösen németországi partnereikkel szereztek be, hogy Harkív környékén segíthessenek vele. Ez már a 8. katasztrófavédelmi jármű volt, amelyet olyan területekre küldtek, ahol szinte folyamatosan lobbannak fel tüzek az orosz támadások következtében. A református egyház a háború eszkalációja után is erőteljesen és folyamatos támogatásáról biztosítja a keleti régióban élő lakosságot. Már több esetben református egyház támogatói háttere által kerültek tűzoltók, speciális járművek, melyek a civil lakosság mentésére szolgálnak, így a tavaly mentő autókat is tudtunk átadni. A frontvonalban nagyon sok olyan helyzet jön létre, amikor sok a sebesült, nagyon sok az anyagi kár, például tűzesetek miatt. Ami nem konkrétan egy rakéta becsapódás, hanem talán egy lelőtt rakétának vagy drónnak a maradványai tesznek kárt a civil lakosság vagyonában, otthonaikba, amiből tűz keletkezik és minden pusztul. Ezért fontosnak tartjuk, hogy pótoljuk a hiányt, és most három szervezetnek, közösségnek az összefogásából indíthatunk egy tűzoltó járművet, ami szinte új állapotban van. A németországi Gustav Adolf Werk szervezet, mely a protestánsok támogatását tűzte ki célként, ők a mi partnereink, és egy Lions Club állt a német partnerek mellé és mellénk, hogy így hármas összefogásban, finanszírozásban megvásárolható volt ez a jármű, és ide kerülhetett hozzánk úti költségével mindennel, és szeretnénk a Harkó megyébe, a frontvonal közelébe küldeni, ahol a lakosság biztonság érzeti tudatát erősíti és segíti a bajba jutott embereket. Kalapálás, fúrás, hasítás. Zajlik a homokkő előkészítése, hiszen ebből a nagy kőtömbből két hét alatt maradandó alkotás születik majd a Matöl Péter munkácsi szobrászművész által megálmodott és életre hívott szobrásztáborban. Az elmúlt évek során a világ számos országából érkeztek művészek a művésztelepre, idén azonban a kéthetes táborban többségében Kelet-Ukrajnából érkezett művészek alkottak. A tavalyihoz hasonlóan idén is a háború állt a középpontban, de a művészek mégis a békébe vetett hitet akarták hangsúlyozni az alkotásaikon keresztül. A pályázati kiírás szerint is az volt a cél, hogy a művészek készüljenek a jövőre, és a művészet adta lehetőségekkel érezzék kötelességüknek az életigenlést sugározni. 8 résztvevőnek az öme Kelet-Ukrajnából jött, és hát nekik ez mint egy felüldülés volt,
mert otthon naponta hullanak a bombák, rakéták, robbannak a szomszédba. Van egy művész, aki bakhmuti, nem maradt se a házából, se a temetőbe, az édesapja sírjából semmi. Tehát ők közvetlen résztvevői a háborúnak. Hát ez is a címe a szobrásztáborunknak, és a művészet erejével próbáltunk valahogy reflektálni erre a szörnyű eseményre. Most ilyen történelmi időket élünk, és úgy érzem, hogy ez a művésztelep is egy kicsit a pulzusán tartja a kezét a mi nehéz történelmünknek. A művészek zöme megpróbál egy kiutat mutatni a művével, a jövőnek egy jövőképet, különbözőképpen, mert mindnyájan mások vagyunk, másképpen gondolkozunk, de hát mindenki a békét várja. A főszervező Matöl Péter, valamint 5 ukrán és 2 dán szobrászművész a záróünnepségen bemutatta a nagy közönségnek az elkészült munkákat, amelyek mindegyike a háborúra reflektált, tették mindezt azonban a békét és a reményt sugalva alkotásaikban. Cseh Áron, ungvári magyar vezetőkonzul köszöntőbeszédében elmondta, az idei nemzetközi szobrásztábor is Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma anyagi támogatásával jött létre, és főkonzulátusunk is a kezdetektől fogva segítette, támogatta ezt a folyamatot, mert a képzőművészet mindig is összekötő kapocs volt a népek és nemzetek között. A szobrásztábor lehetőséget adott arra, hogy a világban zajló eseményekre reagálva alkossanak a művészek. A kultúra támogatása a háborúval sem állhatott le. Így gondolja ezt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is, akik Magyarország mellett szintén hozzájárultak az alkotótábor megvalósulásához. KMK ez fontosnak tartja az ilyen jellegű rendezvényeknek a támogatását, mint ez a szobortábor is, amelyik már több mint egy évtizede működik, és úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos és jó ügy, és egy olyan plusz nyújt az embereknek, amit máshonnan nem kaphatnak meg. A világunk az elég szörnyű, tele van megpróbáltatásokkal, és hát meg kell próbálni valahogy egy kicsit magasabbra nézni, és ahogy Hamas Béla írja, transzcendens derűvel figyelni a ma eseményeit, de hát ez nagyon nehéz. A művészeknek ez megadatik, ez a lehetőség, hogy ők egy kicsit távolabbról figyeljék a világot, és ezért talán maradandóbb és magasabb értékeket tudjanak nekünk felmutatni. És hát ez a tábor, ez egy ilyen lehetőség, ahol talán a művészek még egymást is inspirálják a tevékenységre, az alkotásra, és éppen ezért a szövetségünk, mint hát kulturális szövetség, szintén hozzájárul egy kis csekély támogatással, hogy ez a tábor működhessen, és reméljük, hogy a jövőben is működni fog. A szobrásztábor mögött álló 10 évben mindig olyan helyszínt kellett keresniük a szervezőknek, amely befogadta a művésztelepet. Idén azonban már a ProArte Munkács civil szervezet saját birtokán, Berekszent Miklóson fogadhatták az alkotókat, hiszen a magyar kormány és a Zahid Finance Group Kft. Támogatásának köszönhetően sikerült megvásárolni a korábban a kolhoz tulajdonában lévő elhagyott területet, ahol elkészült a közösségi térként funkcionáló alkotóház is. Sok szempontból fontos ez, hiszen egyrésztből a művészeknek egy lehetőség. Tehát eddig nem volt saját helyük, ahol a szobrásztábort mindig máshol tartották meg. Itt hol vannak, itt most már van szálláshely, és ami nagyon fontos, hogy Kárpátalja térképén is megjelent egy olyan új attrakció, amit ugye szobrászparknak nevezünk, és ide bárki eljöhet, megtekintheti. Több alkalommal jöttek már gyerekek is, tehát kézműveskedésre van lehetőség itt látni a művészeket is, ahogyan működnek.
Hát egyrészt ezért fontos, másrészt meg azért is fontos, hogy látjuk, hogy tulajdonképpen nemzetek között is ez egy ilyen párbeszéd. Tehát most, ahol mondjuk így, hogy a magyar-ukrán állami kapcsolatok nem a legjobbak, de mégis így látjuk, hogy a magyar állam támogatásából művészek, ugye Péter magyar művész, jöttek ugye Kelet-Ukrajnából is, Dániából is, tehát ez is egy párbeszéd, és itt tudják a művészeten keresztül azt bemutatni, akár nézzük meg a Bábel tornyát is, hogy lehet, hogy sok nyelven beszélünk, de a cél ugye ugyanaz, tehát, hogy éljünk békességbe egymás mellett, és tulajdonképpen tiszteljük egymás kultúráját is, és ez a szoborpark, ez a tábor erre egy jó alkalom volt. A művésztelep több megroncsolódott rakétát kapott a frontról. Az ott harcoló barátaik küldték el a művészeknek azért, hogy applikálják bele valamelyik művükbe. Ezt tette a kárpátaljai Ján Pavló Román is. Ezzel a szoborral az emberi álhatatosságot akartam bemutatni, mert amikor elkezdődött a háború, elkezdődtek a bombázások, én azt akartam bemutatni, hogy nem lehet megtörni az emberek lelkületét az orosz rakétákkal. Tehát az orosz rakéta, ahogy ezt a szobrot is jól tükrözi, gyakorlatilag szétzózódik az emberek álhatatosságában. Azon kívül, hogy láttam az alkotásokat, lehetőségem volt beszélni Luhanszki és Donyecki emberekkel. Átéreztem azt, amit ők is éreztek, és ezt most a munkáikban is láthatom. Benne van a félelem, a gyűlölet és a remény is. A közös, amit minden munkában meg lehet találni, az a remény. A jövőbe vetett remény. Jevhen Tiszczuk a kárpátaljai megyei kulturális, nemzetiségi és vallási főosztály igazgatója olyan csodálatos művészi térnek nevezte a szoborparkot, ahol a művészek formát adhatnak gondolataiknak, érzéseiknek, művészi látásmódjuknak. A művészek a saját gondolataik és érzéseik alapján alkotják meg a műveiket. Azt az ötletet viszik át a munkákba, ahogy ők látják és érzik a jelenlegi eseményeket. Amikor most bemutatták az alkotásaikat, akkor ezt láttam bennük. A képzőművészek számára most nagyon fontos, hogy mindazokat az érzelmeket, érzéseket, gondolatokat, amelyek felhalmozódtak bennük, azokat kiadják magukból, és ezáltal létrehozzanak valami gyönyörűt és maradandót. A művészek feladata minden időben az, hogy maradandót alkossanak. Az Ukrajnában élő művészek, ahogy a társadalom egésze, óriási tragédiaként élte meg az elmúlt másfél évet. A szoborparkba kilátogató művészek pedig felüdülésként élik meg azt, hogy a háború alatt is láthatnak újabb és újabb alkotásokat. Hát az ember, mikor egy ilyen helyre eljön, hát nem tudom ki, hogy van vele, de nem beleim szorul a levegő, meghatódok. És nagyon örvendetes, hogy ilyen helyzetben, amiben most áll az ország, meg az egész világ, már felemelő, hogy még van más is a világon, nem csak a háború, hanem maga az élet, mert ez a tábor, ez magáról az életről szól. Matil Péter idén eleinte szkeptikusan állt a szobrásztábor megszervezésének sikerességéhez, de annak köszönhetően, hogy az anyaország és a kárpátaljai magyar szervezetek támogató kezet nyújtottak felé, megmaradhatott a folytonosság, és idén már a 11. szobrásztábornak köszönhetően 8 köztéri alkotással lett gazdagabb vidékünk. A Magyar Körökatolikus Egyházunk kiemelkedő alakjában Szabó Jendőnek szeretném megmutatni őkében az életünkját. Neki mindene volt a görögkatolikus magyarság, és a görögkatolikus magyarságnak pedig mindene volt Szabó Jenő. Idézte videóüzenetében néhai Répási Miklós államtitkár 1922-ben elhangzott beszédét Végső Tamás professzor, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola tanára a Salánkon megrendezett emlékkonferencián, ahol Szabó Jenő egykori miniszteri tanácsos, főrendházi tag munkásságáról, helyi kötődéséről és életpéldájáról hallhattak előadásokat a résztvevők. Végső Tamás professzor mellett a konferencián előadást tartott Marosi István, az Ortutai Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója, és Csirpák József, a Salánki Görögkatolikus Egyházközség parókusa is.
Szabó Jenő 1843-ban született az Ugocsa vármegyei Fancsikán, a helyi görögkatolikus lelkész családjában, viszont egy éves korától Salánkon élt és nevelkedett. Hát Szabó Jenőnek az alakja talán éppen egy példa. Ahogy Maros István atya az előadásában mondta, hogy azért az ember gyakran az egyházat azonosítja a pappal, meg a püspökkel, vagy a papokkal, meg a püspökökkel. És kiderül, hogy Kárpátalján nem csak a papokról, meg a püspökökről van szó, de nem csak Kárpátalján, hanem úgy általában véve az egyházban is. Nem csak erről van szó, hanem papcsaládoknak a szülöttei, akik híres emberekké váltak, vagy felelősségteljes pozíciókat töltöttek be, ugye az állami hivatalokba, vagy akár az egyházban. De gondolhatunk itt azokra az emberekre, akik az életpályájukat nem papként, hanem nem is hívő emberként, de olyan emberként futották be és jutottak el, akárha mai divatos szóval mondva, karrierjüknek a csúcsára, hogy közben nem feledkeztek el arról a vidékről sem, ahonnan származtak. És ebben az el nem feledkezésben ebben benne volt sokszor az, hogy elősegítették, munkálkodtak annak a vidéknek a fejlesztésén. És hát ugye itt van, ha Szabó Jenőre gondolunk a konkrét példára, akár a kisvasútnak a története, vagy akár az, hogy így bő 100 évvel, majd 150 évvel ennek a templomnak a építésének az elkezdése után, mi itt arról beszélünk, hogy volt valamikor az 1800-as éveknek a második felében egy ember, aki 1000 arany koronával járult hozzá ugye a templomnak a felépítéséhez, és akkor itt, ahogy mondják a tőlem ehhez jobban értők, hogy ennek példáján felbudulva Ferenc József is megtámogatta ezt a templomot. Tehát az ember ilyenkor azt érzi, hogy kárpátai görögkatolikusság az nem csak azt jelenti, hogy falusi emberek. Nekünk mindig az volt, és talán ezt el lehet mondani szerintem a nyilvánosság előtt is, mindig az volt, hogy a görögök azok mindig a szegényebbek. És kiderül, hogyha jól átnéznénk a falvainknak a történetét, azoknak az embereknek egy kicsit utána néznék, akik itt vagy ott vagy amott éltek és onnan elszármaztak, vagy pedig ha esetleg olyan helyeken próbálnánk kutakodni, ahol felelős beosztású emberek dolgoztak, éltek és munkálkodtak. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb majdnem mindenkivel ilyen vagy olyan formában egyszer csak úgy találkoznánk, hogy valahol a gyökerei mégiscsak ehhez a Kárpátok szegény vidékéhez nyúlnának vissza. Szabó Jenő 1868-ban került a Közmunka és Közlekedési Minisztérium alkalmazásába, ahol előbb az elnöki osztály titkára lett, majd a vasúti osztályra került, s ott maradt mindaddig, míg nyugdíjba nem vonult. Vasúti politikájában döntő szempontként állt előtte a görögkatolikusok által lakott vidékek vonalainak fejlesztése, és a kárpátaljai vicinálisok megépítése mellett neki köszönhető a Debrecen és Hajdunánás közötti vonal lefektetése is. Szabó Jenő főrendházi tagról először a tanulmányaim alatt hallottam a Hittudományi Főiskolán, mint olyan szeméről, aki civil emberként fontosnak tartotta nem csak a saját életét, hanem egyházának és nemzetének az életét. Aztán ide kerültem Salánkra egy bő 15 évvel ezelőtt, és a temetőbe egy magányos keresztre leltem, ahol felfedeztem azt, hogy Szabó Jenő főrendi házi tag készítette, állítatta az édesapjának az emlékére, aki itt van eltemetve, aki itt volt görögkatolikus pap. Innen indult a nyomozás, hogy ki is volt ez a Szabó Jenő, hogy hová tartozott. Az életrajzában mindig Fancsika van megemlítve, ahol született, de hát tudjuk, hogy egy éves gyerekként átkerült Salánkra, és itt nőtt fel. Tehát salánki emberről beszélhetünk, és hogy elkezdtem a nyomozást, az utánajárást az ő emlékének, egyre több olyan nyomra találtam, ami az ő munkásságát tükrözi, kezdve a görögkatolikus templomunk építésével, az ikonosztázon építésével, vagy a kisvasút kiépítésével, és az ő személye feledésbe merült. És innen jött az ötlet, hogy a halálának a 100. évfordulója volt 2 évvel ezelőtt. És ekkor fogalmazódott meg bennem egy ötlet, hogy egy emlékművet kellene állítani, egy mellszobrot. Aztán konzultáltam a szobrászművésznővel, és ő ezt a csodálatos emlékművet alkotta meg, összerakva a fontosabb tevékenységi körét Szabó Jenőnek. Az emlékművet, Csirpák Viktória szobrászművész alkotását a templom udvarán az egykori parókia helyén állították fel, ami szimbolikus, hiszen egykor maga Szabó Jenő is itt nőtt fel. A művésznő elmondta, hogy a megrendelést követően minden alkalommal alapos kutatómunkát végez, ami ahhoz szükséges, hogy a lehető legjobban megismerje azt a szemét, akit ábrázolni fog.
Nagyon élvezem a munkámnak ezt a részét. Így jutottam el dr. Kürchner Éva főkönyvtáros asszonyhoz, aki rendelkezésemre bocsátotta az egész anyagot, amit kerestem, a Zarándok útról készült könyvet, amit ábrázoltam is az emlékművön. Onnan tudtam lenyomozni, hogy a Zarándok csoport abban az időben hogyan öltözködött. Mi volt a polgárság tipikus viselete, amiben megjelenhettek egy pápai zarándoklaton. Érdekelt, hogy milyen emberek utaztak oda, tehát többféle réteg képviseltette ott magát, amit le lehetett nyomozni a fényképek alapján. Ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. Így találtam meg Szabó Jenő feleségéről is a képet, egy csoportkép hölgyekről, akik szintén részt vettek a Zarándok úton. Ugyanitt találtam meg Szabó Jenőről készült csoportképet, mint a főrendi ház tagját ebben a tablóban, amit az emlékművön is ábrázoltam. Tehát ugyanez a babérleveles keret van azon a fényképen, és a többi főrendi házi tag portréja is ezen a tablón található, ugyanebben a könyvben. Lenyomoztam azt is, hogy abban a korban milyen mozdonyok járták az országot, és a 375-öst is már akkor tanultam meg, korábban nem foglalkoztam ezzel, hogy ezt a kis mozdonyt Magyarországon gyártották, és ezen az útvonalon haladt, amit Szabó Jenőnek köszönhetően kiépítettek Debrecentől Máramaros-szigetig. A konferenciát Szabó Jenő születésének 180. évfordulójához időzítve tartották meg a szervezők. Az emlékmű állítását Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap és a Salánki Görögkatolikus Egyházközség támogatta. Az ENSZ közgyűlésének határozata értelmében 1991. október 1-én ünnepelték meg először az Idősek Világnapját. Azóta világszerte, szinte minden közösségben ezen a napon kiemelt figyelmet fordítanak a környezetükben élő szépkorúakra. A legutóbbi felmérések szerint közel 750 millió 65 év feletti személy él a világon, és számuk 2050-re akár meg is kétszereződhet. A Dorcas segélyszervezet fontosnak tartja, hogy a társadalom és a helyi közösségek is odafigyeljenek az idősek problémáira, méltó körülményeket teremtsenek számukra az öregkor megélésére, és természetesen kifejezzék hálájukat az általuk megőrzött és továbbadott hagyományokért és élettapasztalatukért. Az alapítvánnyal együttműködő partnerszervezetek az Idősek Világnapján különféle programokat is szerveznek a hozzájuk tartozó településeken. Így történt ez az Ungvári járáshoz tartozó Eszenyben is, ahova a környékbeli településekről is meghívták a szépkorúakat. Rendkívül fontos számunkra az idős embereknek a megbecsülés, a szépkorúaknak a megbecsülésre, hiszen nagyon áldottak ők a gyülekezetünkben, nagyon áldott tevékenységet folytatnak, példaképek, az idős, szépkorú hívő idős emberek, és azt gondolom, hogy méltóak, megérdemlik azt, hogy legalább egy éven egyszer külön róluk is megemlékezzünk, és Istennek hálát adjunk az ő életükért, szolgálatukért, mindazért, amit tettek, tesznek a családban, a társadalomban és a gyülekezetben. A Dorcas segélyszervezet keresett meg bennünket egy közös alkalom megszervezésével kapcsolatosan, aminek örömmel tettünk eleget, örömmel vállaltuk a szervezői feladatokat. Négy gyülekezet idős embereit hívtuk erre a mai alkalomra, erre a találkozóra, amely alkalom egy hálaadó istentisztelettel kezdődött, amely most ért véget. Ezt követően majd lesznek előadások, lesz ügyvéd, aki majd sok ügyes-bajos kérdésben tanácsolja az időseket, lesz orvos, közben lesznek különböző mérések, vérnyomás, vércukor szintmérés. Egy nagyon áldott és tartalmas napot fogunk, hiszem, együtt eltölteni. A Dorcas a Fogadj örökbe egy nagymamát projekt keretében igyekszik felkarolni az időseket, létrehozva számukra egy úgynevezett védőhálót, amely által a kedvezményezettek a kézzel fogható támogatás mellett azt is érezhetik, hogy nincsenek egyedül.
A Dorkász Alapítványnak szíve csücske ez a nagyis alkalmak, mert ők azok az alap, amelyre mi építjük a közösségeket. Ők azok, akik minden gyülekezetben, minden településen ott vannak, ők voltak azok, akik letették az alapot, amelyre máma, a fiatalok és a következő nemzedék épít és megtalálja magát az életben. Nélkülük mi sem lennénk. Ők voltak azok, akik az értékeket átadták, és most rajtunk áll az, hogy tovább vigyük ezeket az értékeket. Továbbra fontosnak tartjuk azt, hogy kimutassuk és segítsünk a közösségeknek is megmutatni nekik, hogy igenis ők fontos elemek ezekben a közösségekben, illetve szeretnénk éreztetni velük azt, hogy továbbra is értékeljük őket. Ilyenkor ezeken az alkalmakon próbáljuk bevonni gyerekeket és más korosztályokat is, hogy érezzék, hogy minden szinten ott van a támogatás irántuk. Az eszenyi rendezvényre a szervezők meghívtak egy jogászt is, aki az örökösödési kérdésekben adott kimerítő választ a résztvevőknek, és egy dietetikus szakértőt, aki az egészséges életmóddal kapcsolatban adott szaktanácsokat az időseknek. Időskorban is nagyon oda kell figyelni a helyes táplálkozásra, a helyes életmódra. Nem szabad az idős embereknek magukba bezárkozni, és úgy gondolni, hogy ők már értéktelenek ebben az életben. Tehát meg kell találni azt a lelki egyensúlyt, mert ugye van az a mondás, hogy épp testben épp lélek, de viszont ha nem épp a lélek, akkor a test sem lesz sosem épp. Tehát egy olyan kört kell alkotni, ahol az idős ember is jól fogja magát érezni. Az eszenyi református gyülekezet közösségi házában tartott rendezvényen 4 településről vettek részt idősek, akik elmondták, hogy valóban jól érezték magukat. A szomszéd asszonyom mondja, hogy nem jössz hazafele, nem, én még maradok, én nagyon szeretem az időseket. Én egy olyan fajta asszony vagyok ebben a faluban is, hogy én 5 percet megállok, a bú egy óra van, ismernek az egész községből. Én a Beregszázi járásból jöttem ide, 51 éve lakok itt a férjemmel, és nagyon boldog vagyok. A jogi tanács, annak is nagyon örültem, mert nekünk is van egy problémánk, meg járok ide fel a rendelőbe, de még sokszor úgy kérdezik tőlem, már nem dicsekvésképpen mondom, hogy milyen gyógyszereket szedek. Hát semmilyet, úgy örülök, hogy itt van ez a lehetőség is, meg én nagyon szeretek itt lenni, a közösséget meg kifejezetten szeretem. A Dorkász Jótékonysági Alapítvánnyal együttműködő partnerszervezetek Kárpátalja számos településén tartottak ehhez hasonló alkalmat az Idősek Világnapja alkalmából, hogy a szépkorúak érezzék, ők is fontos részei a közösségeknek.